És akkor kapitányság. A szokásos kék tábla az ott is megvan. Itt egyébként bedeszkázva minden szintén, hát vagyis hát ugye OSB lap, de hát ugye mondott, hogy bedeszkázva. Szóval délután 3-ig errefele nem fog vonat jönni, tehát itt van egy 6 órás menetlen díluk, de ezt szerintem már említettem. És a következő kis telek, ahol ugye az óránként IC gyors összfér vonatok megállnak. És itt még látszik a régi táblának is a helye. És hát akkor tovább a peron végéig. Hát a szokásos egyébként, hogy minden peron majdnem ugyanúgy néz ki. Pad, ilyen kandelábelek világításként, aztán vagy működik, vagy nem. Akár a táblákat kirakták mindenhova. És itt van az utcafronti része kapitányságnak. Hát, bemenni azt itt se lehet. Nem ugyanúgy lakatlan. Így megnézem, de ja, hát igen, ott le van lakatolva. Hát így gyakorlatilag majdnem ugyanilyen stílusban épült az összes. Aha, hát. És itt van a peron vége kapitányságon. És arrafele kis telek, azt hiszem, hogy másik megálló nem is lesz kis telekig. És hamarosan jönni fog a gyorsvonat majd Budapest fele, mert nemrég ment el egy, amelyik Szeged fele ment, Szatymazon kereszt, aztán indul a másik is. Tehát azt már úgyse fogom elérni, úgyhogy csak az egy órával későbbivel tudok menni, vagy pedig tovább megyek. Aztán majd az a személlyel valahol, ahol éppen elérem. Nézzétek, egy üresen álló helybe sikerült bejutni. Ez ugye víz már nincs. Ez lehetett a konyha. Egyébként ez az ablak nyitva van. Itt lehetett bemászni. Hát igen, nem mostanában jártak erre. Viszont itt van még egy villanykörte. Nézzük. Hát igen, itt ez volt a fürdőszoba. Ó, és nem fürdőkád, hanem tusoló van. Ez nem megszokott, már szerintem fürdőkádas volt, csak utólag vették ki. Viszont a bojlert azt eltűnt takarították. Ez valószínűleg itt volt. A klasszikus hajtó. És akkor két szoba. Hoppa, ezt nézzétek. Ez aztán már kókáló javából. Juppa-puppa. Ja, hát hogy itt lakik valaki. Még nem is hivatalosan. De valószínűleg ugyanúgy az ablakon közlekedik. Szerintem akkor ez ennyi lett volna. Menjünk is innen. Na, és látjátok, így néz ki. Maga az hely is itt volt a villanyóla. Aha. Meg itt volt a betáp. Van itt még egy pár olvadó biztosíték. És hát innen, tehát akkor itt már hivatalosan nem laknak. Azért szüntették meg az áramszolgáltatást. Melléképületben is volt áthúzva kábel. És ott látszik a szabványos mávos kerítés. És itt van kis telekállomás, ahol az óránkénti vonatok megállnak. Igazából Kiskunfél egyházai már még egy ilyen nem lesz. A utcafronti részét megnézem még, és ugye alafele van tovább kis teleki szőlők. Meg hát aztán utána Csengele is, majd Kiskunfél egyháza idővel.
picivel arrébb. Ugye már ez is lakatlan. Kérdés, hogy be lehet-e jönni? Már szerintem az ajtót bezárták, vagy nem? Nem, de bezárták. És az ablakot is. De ugyanilyen ölt hely, mint a többi, van kút, meg két szoba, konyha, fürdőszoba. És ott volt egy koda villanyóra. Hát igen, az látszik, a betárvezeték le van vágva. Na, padlás. Itt még meg van a feljáró. Ennyi. Malmunk, annál meg néhány befőttes üveg. Nem fogok jobb bemenni, maximum ugye benézek, mert... Ah, azért csak nem ér a két a porszívó. Nem tudom, hogy mennyit bír a födém, úgyhogy inkább nem megyek rá be. És így néz ki egy kerekes kút. Ezt ugye már rövödör, nincs rajta meg a lánc, amivel vizet lehet fölhúzni. És itt van a következő helye, ez se tűnik lakottnak. Viszont itt nincs levágva a betárvezeték. És van a villanyóra is, ráadásul digitális. Bár nem van kapcsolva. Na nézzünk csak be. Tehát valószínűleg ez volt a konyha. Ez lehetett a spájz. Hoho. És itt még a kályha is megvan. Földeletlen konnektor. Hoppá, és egy igazi békebeli szocialista, szocializmusból származó talpas szekrény. A klasszikus fosbarna színnel. Hát na ez az, ami önök is elpusztíthatatlan. Alföldi bútorgyár 1964. Hát ez az, igen, mondom, hogy ez az, ami örök és elpusztíthatatlan. Ezekből még nem sajnálták az anyagot. És egy csillár is megmaradt. És akkor itt vagyunk, kis teleki szőlők megállóhelynek a végénél. A másik oldalon egy félsorompós átjáró, és szintén egy épület. És akkor itt van a tipikus megállóhely, van két pad, térvilágítók, és itt van az állomás épület. Hát a neon betűk is sincsenek már meg, viszont a... illetve a neon fény nincs meg, de a betűk megvannak. És mindjárt megint elszíti. Van még egy őrhely, mert ez volt a sorompó kezelő. Mellette meg egy szolgálati lakás. Ezt nézzétek, van kút, és ott az igazi vidéki melegvizes mosdó, de a nyáron működik tökéletesen. Bár nem egészen tökéletes, mert az igazi plófokozatban a hordó is be van festve feketére, úgy jobban magába szívja a meleget. Tehát itt ez úgy működik, az olajos hordót teletöltik vízzel, és akkor a nap felmelegíti, és úgy van meleg víz. Hát gyakorlatilag a napkollektornak az őse. Padlás feljáró, hagyományos. És maga a feljáró itt még elég masszív. Ahhoz, hogy nézzek, és nyitva van az ajtó. Hát, de nincs itt semmi érdekes.
másik régi ölhely, ez is lakatlan, villanyvezetékek levágva, ugyanúgy, és a melléképület már össze is dőlt. Keleti Budi még megvan, maga padlás feljáró.